Köszöntöm kedves nézőinket, aláírásokat gyűjtenek a karcagi piacon. Itt van a helyszínen Fodor Csaba, Nézőpont Intézet elemzője is, akit szeretettel köszöntök itt városunkban. Az ügyben gyűjtenek ugye aláírásokat, hogy jövő héten vasárnap, október 2-án népszavazás lesz itt Magyarországon a migrációs helyzettel kapcsolatban. Tegyük már tisztába azt először, hogy miről is fog egészen pontosan szólni ez a népszavazás. Szerintem nagyon fontos megérteni, és én is azért vagyok itt egyébként, mert ez nem pártügy, ez egy nemzeti ügy, amelyikről egyébként a választópolgárok is azt gondolják, hogy nem pártkérdés. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy fiatalok, idősek, városiak, vidékiek egyöntetően úgy gondolkodnak ebben a kérdésben, hogy Magyarországnak nincsen szüksége tömegesen menedékkérőkre, nincsen arra szüksége ennek az országnak, hogy olyan emberek ellátásáról kelljen gondoskodnia, akiknek az elhelyezéséről nem is feltétlenül mi döntenénk magyarok, hanem Brüsszelben központilag osztanák el ezeket a menedékkérőket. Ugye lehet arról hallani, hogy egyes pártok tiltakoznak ez ellen, a népszavazás ellen, illetve arra buzdítják a lakosságot, az embereket, hogy ne menjenek el szavazni. Ön hogy látja a pártok felosztását e tekintetben? Kik a legnagyobb ellenzék most gyakorlatilag ez ügyben? Tulajdonképpen Gyurcsány Ferenc köre az a politikai kör, amelyik megpróbálja az embereket lebeszélni arra, hogy döntést hozzanak a helyi közösségek jövőjét érintő kérdésre. Nagyon fontos megérteni, hogy Európában vannak olyan országok, például Németország ilyen állam egyébként, ahol már működik kvóta alapú elosztás, tehát ott a menedékkérőket szétosztják az egyes tartományok között az adóbevételek arányában és egyéb szempontok figyelembevételével, és Németországban alig van olyan település, amelyet ne érintene egyébként a menedékkérőknek a tömeges elhelyezése. Nagyon sok atrocitás van ebből, közbiztonsági problémák, az ingatlanpiac felbojdulása, a bérszínvonalnak a lenyomása, borzasztóan sok problémát helyezett előtérbe csak Németországban a menedékkérőknek a tömeges elszállásolása, és Brüsszel ezt a mintát venni alapul, és Magyarországon is, hogyha azt veszik alapul, hogy a következő esztendőkben is millió számban érkezhetnek menedékkérők az Európai Unió területére, akkor Magyarországon is majdnem minden helyi közösség, így például Karcag is érintett lehet abban, hogy ezeknek az embereknek valamilyen menedéket biztosítson. Tehát azt gondolom, hogy egy valós problémával állunk szemben, és senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy Brüsszel most kivár. Nyilván arra játszanak, hogy nem menjenek el sokan a választásra, illetve erre a népszavazásra. Ugyanakkor a háttérben már ott vannak azok a hangok, amelyek arról beszélnek, hogy vissza kellene toloncolni embereket Magyarországra. És hát ott van a kényszerbetelepítés állandó mechanizmusát tételére vonatkozó javaslat. Ezt Brüsszel nem felejtette el, tehát a mai napig ott van ez a javaslat, és azt gondolom, hogy valós veszély van. Az MSZP kampányának az az egyik alappillére, hogy Brüsszelben egyáltalán nincs szó kényszerbetelepítésről Magyarországot, illetően ennek ön szerint van-e bármiféle valóság alapja ennek az állításnak? Az Európai Bizottság szóvivője legutóbb ezen a héten hétfőn tette egyértelművé, hogy létezik egy bizottsági javaslat a kényszerbetelepítésre. Nagyon fontos megérteni, hogy ez nem csak egy elméleti lehetőség, hogy ebből valóban lesz egy kötelező norma, mert az önkéntes kvóták esetében is azt láttuk, hogy az Európai Bizottság megkerülte a miniszterelnökök tanácsát, ahol többek között Orbán Viktor miniszterelnök úr is képviselni szokta hazánk álláspontját. Megkerülik ezt a testületet, az Európai Parlamenttel, ahol egy balliberális többség van, összejátszanak, és utána pedig akár a tagállami belügyminiszterek szintjén elég egy abszolút többség annak érdekében, hogy állandó mechanizmussát tegyék a szétosztást. És azért azt kell látni, hogy noha nyugaton is egyre többen beszélnek arról, hogy nem megoldás a felső korlát nélküli kényszerbetelepítés, és egyre többet kellene például a külső határvédelemmel foglalkozni. A németek még mindig nem tettek le arról, hogy ez egy jó irány, és azért még mindig nagyon sok komoly tagállam úgy gondolja, hogy ez lenne a problémára adott jó válasz. Ugye Magyarország körül építik a különböző határokat, kerítéseket, ez ellen ugye nagyon sok ország, vagy több ország is fölemelte annak idején, amikor elkezdődött itt a kerítésépítés a hangját. Most ugye arról lehet hallani, hogy Ausztria is kerítésépítésbe kezd. Mi erről a véleménye, miért változhatott meg az álláspontjuk?
Először is ugye nem mi voltunk az elsők, akik rájöttek arra, hogy védeni kell a külső határszakaszt, és azt kell mondjam, hogy nem is önmagában a kerítése fontos ebből a szempontból. Itt egy méltánytalan helyzet alakult ki, mert az az állam, nevezetesen Görögország, amelynek frontországként meg kellett volna védeni az Európai Unió külső határszakaszát, nem teljesítette ezt a kötelezettségét, és a balkáni útvonalon pedig folyamatosan jöttek és jöttek a menedékkérők százezres nagyságrendben, tehát Magyarországnak nem volt más lehetősége, mint hogy közreműködjön a balkáni útvonal lezárásában, de korábban a spanyolok például Észak-Afrikában, ott van 3 spanyol település, ott építettek már egy határfalat, a francia-brit határvidéken, Calais-nál is van egy kerítés, illetve a bolgár-török határon, a görög-török határon szintén vannak ilyen határvédelmet biztosító műszaki létesítmények. Tehát azt gondolom, hogy nem volt példátlan. Ugyanakkor a válaszok, amelyek születtek ebben a kérdésben, azok minden bizonnyal példátlanok voltak. Tehát nem Magyarország és nem a magyarok döntöttek úgy, hogy meghívják a menedékkérőket az Európai Unióba. Például Angela Merkel beszélt arról, hogy mindenkit szívesen látnak, aki az Európai Unióban szeretne élni és boldogulni. Csak ezzel az a probléma, hogy illegálisan jöttek ezek az emberek, nem a törvényes rendet betartva, és ezért kellett tulajdonképpen ezt a műszaki határzárat létesíteni. Melyek azok az okok, a legfontosabb okok, hogy Magyarországra ne jöhessenek be menekültek, ne telepíthessenek be menedékkérőket? Milyen hátránya lenne mindebből az országnak? Szerintem az egy nagyon fontos különbségtétel, hogy és ezt a felméréseink is igazolják egyébként, hogy a magyaroknak és a magyar kormánynak az illegális határátlépőkkel van problémája. Tehát, hogyha valaki a törvényes utat betartva szeretne Magyarországra jönni, így szeretne élni, így szeretne boldogulni, rendesen akar adózni, családot akar alapítani, azzal nyilvánvalóan senkinek semmilyen problémája nincsen. Csak most azt láttuk, és a tavalyi évre kiváló bizonyíték volt, hogy itt milliós nagyságrendben illegális határsértők azok, akik az Európai Uniót megpróbálják elérni. És ezzel van az igazi nagy probléma, mert ez egy borzasztóan rossz válasz azoknak, akik még csak fontolgatják azt, hogy útnak indulnak a föld valamelyik hányatatottabb sorsú országából, vagy pedig azoknak, akik éppen úton vannak. Tehát, hogyha az egész globuszt nézzük, akkor több 10 millióan vannak folyamatosan mozgásban, és nekik egy olyan üzenetet küldött tavaly Brüsszel, illetve Berlin, hogy nyugodtan jöjjenek az Európai Unióba, valahol majd elhelyezzük őket. Csak azt gondolom, hogy ha ez tömeges méreteket ölt, az értelemszerűen veszélyezteti azt a civilizációt, azt a nyugati civilizációs rendet, amely itt kialakult az elmúlt néhány évszázadban. Az elmúlt napok, illetve az elmúlt időszak közvélemény kutatásainak elemzése mit igazol, a magyarok mit szeretnének? Egyértelműen elutasítják a kényszerbetelepítést, támogatják a kormánynak a bevándorláspolitikáját, és ami nagyon fontos, hogy egyértelmű összefüggést látnak a tömeges illegális migráció és a terrorizmus között, mert nyilván nem lehet azt mondani, hogy minden úton lévő az terrorista lenne, holvá tovább áldozatokról beszélünk egyébként, Brüsszel áldozatairól beszélünk, mert egy kezelhetetlen helyzet alakult ki értelemszerűen, amely őket is egyébként nagy tömegekben hátrányosan érinti, de ez egy nagyon fontos összefüggés, mert azért azt láttuk az elmúlt bő másfél esztendőben, hogy azok a terrorcselekmények, amelyek megszaporodtak Európában, ezeknek a hátterében sajnos sok esetben olyan emberek álltak, akik kihasználták ezt a menekült hullámot, és tulajdonképpen átszázva érkeztek az Európai Unió területére. Ez egy nagyon fontos összefüggés, a magyarok nagyon világosan gondolkodnak ebben a kérdésben. Látják, hogy igenis megvan ez az összefüggés, még akkor is, hogyha értelemszerűen a nyugati elit megpróbálja folyamatosan elhitetni az emberekkel, hogy nincsen összefüggés a szabályozatlan tömeges illegális migráció és a terrorizmus között. A Fidesz helyi szervezete jelenleg aláírásokat gyűjt a kényszerbetelepítéssel kapcsolatban, hiszen jövő héten vasárnap népszavazás lesz hazánkban a kényszerbetelepítésről. A mai standoláson itt van Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő, akit arról kérdezek, hogy ma itt milyen tapasztalatokat gyűjtöttek, jöttek-e önökhöz aláírni emberek, beszélgettek az emberekkel, mit mondanak a karcagiak?
Üdvözlöm a kedves televízió nézőket. Igen, nagyon sok ember megkereste a standunkat, itt, ami mögöttem látható. Egyöntetű vélemény a karcagi embereknek az, hogy nem akarják, hogy az országba egyetlen egy kötelezően visszatelepített migráns is bekerüljön, mert amit látunk a televízióban, hallunk a rádióban, a média, amit közvetít, hogy ezek az emberek mennyi problémával járnak, a terrorizmus kíséri a jelenlétüket, plusz ugye ahogy viselkednek, amilyen rumlit, koszt, büdöset, stb. Mindent hagynak maguk után, ez mindenkit felháborít, és egyöntetű az embereknek a véleménye, hogy nemmel kell szavazni október 2-án. Tehát akkor itt ma kiderült a piacon, hogy alá is írják az emberek ezeket az íveket. Hogyne, természetesen ez már egy régebbi folyamat, hiszen már a tavalyi évben is elkezdtük ezeket az aláírásokat gyűjteni. Rengeteg összegyűlt Karcagon, tudomásom szerint talán 8000 fölött is van már a szám, de még most is akadt néhány ember, aki újonnan, illetve aláírta, aki még eddig nem talált ilyen lapra, ahol aláírhatott volna. Na most azt itt pótolta, adatait megadta, és mindenki kinyilvánította azt a véleményét, hogy Magyarország az legyen magyar ország. És ha a végére még mondhatok annyit, hogy a magyar nóta rajongók se szeretnének muszlim dalokat hallgatni. Október 2-án népszavazás, mire buzdítja a karcagi embereket? Feltétlen mindenki menjen el, szomszédoknak, ismerősöknek, családtagoknak szóljanak, hogy vegyék komolyan ezt a lehetőséget, ugyanis itt Karcagon még talán annyira nem érzékeljük, hogy a köztereinken, a piacon, a különböző parkolókban fetrengenek a migránsok, de ha ez így lenne, szerintem akkor nagyon szomorú lenne itt a helyzet, és nehogy így legyen, ezért kell elmenni szavazni, hogy Magyarország mentes legyen ettől a problémától. Köszönöm az interjút. Köszönöm szépen én is.